A világ legnagyobb cigányzenekara szórakoztatta a szabadkai közönséget pénteken. Az általuk játszott műveket csak rájuk jellemző egyedi hangszerelésben szólaltatták meg, kotta nélkül játszanak. A világon egyedülálló zenei formáció vezetője Beke Farkas Nándor azt mondta, szereti a szabadkai közönséget, és ide mindig hazajönnek. Szeretnek minket itt a Vajdaságban, és igazából hát otthon érezzük magunkat, tehát mi igazából nem lépkedtünk át csak ilyen fizikálos határokat, azért mi itthon vagyunk. Az esten fellépett a szabadkai prímás ifjabb Kurina Gusztáv is. Ez egy élmény, hogy ilyen világhírű zenekarral, mint a budapesti 100 tagú cigányzenekar, de mint szólistaként ez nagyon nagy megtiszteltetés. Sokan várták a koncertet, többen már jóval a kezdés előtt kijöttek. Lakatos Mátyás azt mondta, ha teheti, mindig megnézi őket. Nagyon jó zenekar, én különben személyesen ismerem Lendvai Csócsit, a fő prémásukat, meg a fiatalabb prémást, a Sárközi Lajos, ő is egy fantasztikus, kiváló, volt alkalmam egy-két bulin velük lenni, úgyhogy ez egy zenésznek csak olyan élmény, hogy nem lehet elfelejteni. Ma 21 órától Sztefán Milenkovics ismert hegedűművész lép fel a Szabadkai Szimfonikus Zenekar kíséretében a város főterén.